Bolondos Gyurka, Székely névmese. Hol volt, hol nem volt, még hetet-hét országon is túl, kidőlt kemencének bedőlt oldalában, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt három nagy legény fia, és egy unokája. Nem is hagyott egyebet rájuk, amikor meghalt, csak ezt a vikát és egy kötelet. A három legény még el sem temették az apjukat, összeverekedett afelel, hogy melyiküké legyen a vika hármuk közül. Amikor aztán istenesen véresre verték egymást, abban egyeztek meg, hogy építenek hárman három pajtát, a vikát eleresztik, s azért lesz, akinek a pajtájába fut. Hely, épít a két idősebb legény olyan pajtát, hogy a pap is ellakhatott volna benne. A kisebbik pedig, aki kicsit bolondos is volt szegény feje, nem is hívták másként, csak Bolondos Gyurkának. Nyírfa vesszőből tákolt egy pajtácskát. No, bezzek, kacagott a két idősebb legény, s már előre csúfolódtak Gyurkával, hogy a vikának majd csak többe szerez, mint neki. Jól van hát, no, kieresztik a vikát az udvar közepébe. Rekkenő meleg nap volt, s szegény vika olyan erősen negyezett a farkával, hogy nem találta helyét. Csak nagyot ugrik egyszer, megtáncolja magát, s egyenesen befut a Bolondos Gyurka pajtájába. No, volt irigykedés, de Gyurka egy kukkot sem szólt, kötelet kötött a vika fejére, s elindult vele a vására. Amint mendegélnek, az út mellett nyikorogni kezd egy udvas fűzfa. Megáll Gyurka, s azt kérde a fűzfától. Talán bizony megvennéd ezt a vikát? Fűzfa még jobban nyikorgott. Adsz érte 40 pengő forintot? Még erősebben nyikorgott a fűzfa. Hát jól van, mondja Gyurka. Látom, hogy most nincs pénzed. Majd két hét múlva erre járunk, s akkor fizesd meg. Azzal megkötötte a vikát a fához, s elment haza. Kérdik otthon a bátyjait. Na te bolond, hol hagytad a vikát? Eladtam jó pénzért, 40 pengő forintért. Kinek te világ bolondja? Egy fűzfának. Azt mondta, hogy két hét múlva meg is fizeti. Hely, nagyot kacagnak a legények. Csak kacagjatok, mondta Gyurka. Megmutatom én, hogy lesz pénz. Eltelik két hét, s a Bolondos Gyurka elmegy a fűzfához. Mondja neki. Hé, fűzfa, eljöttem a vika áráért. Kitelt a két hét. De a fűzfa csak hallgatott. Nem fújt a szél most, nem is nyikorgott. Mi? Te nem is szólsz? Mindjárt fizesd meg azt a 40 pengő forintot, mert ha nem, rútul jársz. Bizony csak nem szólt a fűzfa. Aj, megmérgelődik Gyurka, fogja a fejszét, s olyat vág a fára, hogy mindjárt kidőlt a gyökerébe. Hát, szerelmes Jézusom, mit lát a gyökér alatt? Egy üst aranyat. No, mondja Gyurka, a 40 forintot elviszem az adósságba, a többit csak úgy. Azzal kiemelte az üstöt, hátára vetette, s szépen hazaerett. Látják otthon a bátyai a teménytelen sok aranyt. Aj, de csak most fogja el igazán őket az irigység. Össze is súgnak, búgnak éjjel, hogy megölik azt a bolondot, s a pénzéből ők majd ketten boldogan élnek. Gyurka nem aludt. Meghallotta, miben mesterkednek a bátyai, s még jó hajnalban fölkel, s egyenesen a királyhoz megy panaszra. Bemegy a királyhoz audenciára, s
elmondja panaszát, s mindent, hogy s mind történt. Ott volt a királynak a leánya is, akinek az volt a betegsége, hogy semmivel a világon meg nem tudták kacagtatni. Amikor a bolondos Gyurka panaszát hallotta, olyan hangosan elkacagta magát, hogy az egész udvar népe összefutott ilyettében. No te legény, mondta most a király. Én megfogadtam, hogy annak adom a leányomat, aki meg tudja kacagtatni. Legyen az akármiféle rendbeli emberfia. Én a szavamat meg is tartom. Neked adom a leányomat fele királyságommal. A bátyáidat pedig karóba húzatom. Jaj, ne, felséges királyom, mondta bolondos Gyurka. Talán nem is érdemesek olyan nagyra. Fogadja be inkább őket béresnek. Hát, legyen meg a te akaratod, szólt a király. Tüstény nagy lakodalmat csaptak, olyat, hogy 7 országra szólt. A lakodalom után pedig az ifjú pár tojáshéjba kerekedett, a hüküllőn leereszkedett.